Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek a kártyák, mit kell, hogy tudjatok, mit kell most, hogy tudjatok. Mit kell most, hogy tudjatok? Nézzünk csak bele, mit kell most, hogy tudjatok. Hó, hát kiesett a kígyó. Azt kell, hogy tudjátok, hogy a bölcsesség kell, hogy felemelkedjen nálatok a bölcsesség, hogy feljöjjön. Ez játszik egy nagyon nagy szerepet, és azt látom tényleg, hogy várjatok még egy kicsit. Azt kell, hogy tudjátok. Nézzünk csak bele. Mit üzennek a kártyák neked? Hát azt üzenik valójában. Ó, nézd, megtaláljátok a megoldásokat, és itt lesz a siker közöttetek. Valamint azt látom, hogy kijött a kincses láda, bőség, hogy ez sikert hoz nektek. Valamint azt látom, hogy tényleg valamit el kell, hogy engedjetek teljesen, mert ez így nem működik tovább, ahogy most jelenleg van, és akkor lesz a szerencse közöttetek. Valamint azt látom, a szív hercegetekkel, szóval lesznek itt változások, lesznek itt alakulások, de nagyon is. Hú, de elsőbb még itt van a zivatar kijön közöttetek, szóval vannak valami dolgok, ami itt, de hát úgy látom, ez tényleg, hogy valami össze fog dőlni, vagy valami összevesztek, vagy valami ilyesmit látok itt közöttetek. Hát mit látok még valójában? Hogy nyilvánosan, mert mind a kettőnek van lehet felelőssége, és azt látom tényleg, hogy hát fel tudtok világosodni mind a ketten, és én azt látom, hogy hát ez még egy kicsit eltart lehet közöttetek. Lehet ilyen két hónaptól 4 hónapig eltart ez az egész, mégis akkor áll ez az egész színház itt közöttetek, mert lehet, hogy tényleg ilyen szerepet játszik ő is, és nem őszinte. Én úgy látom, hogy nem őszinte ez a szívherceg. Hallgassatok tényleg az érzéseitekre, az intuíciótokra, hogy mit üzennek az intuíció nektek, és én azt látom, hogy ez óriási, nagyon nagy kihívás, hogy ti hallgassatok az intuícióra, és ezt megengedjétek magatoknak, mert én szerintem féltek ti, hogy elvesztitek ezt a szívherceget, hogy valamit nem jól láttok, az is játszhat egy szerepet, igen. És akkor mit látok még itten közösen? Hát az kell, hogy elérjétek, hogy teljesen erősek legyetek, hogy önmagatokban önbizalmatok legyen, ez nagyon fontos, és hogy az angyalok is segítsenek, kötődjetek az angyalokhoz, az játszik valójában egy szerepet. Mit látok még? Hát azt látom tényleg a nyarat, hogy akkor minden ki fog virágozni, minden jó irányba fog alakulni, hogyha ezt az új kezdetet megengeditek magatokkal, és úgy látom szintén, hogy hát akkor fogjátok elérni mindent, úgy látom, amikor megérkeztetek önmagatokban. Ez a ház, ez mindig ez a biztonságot, a stabilitást jelenti nekem, hogy ez teljesen, amikor annyira tudjátok, hogy mit akartok, akkor változnak a dolgok, igen. Mert akkor döntötök, és úgy látom, hogy hát felébredtek, akkor pontosan teljesen felébredtek, és akkor van az új kezdet, akkor van ez az ébredés, felébredés, spirituális ébredés, hogy tudtok mindent. Most ez pont az ideje, most tavasszal ez igen megtörténhet. Ha úgy látom, hogy elég beteges volt ez a helyzet itt közöttetek, és ennek most már itt a vége, el kell, hogy engedjétek, és azt látom tényleg, hogy hát itt a szépség itt van közöttetek, mint ahogy látom, a szépség és hogy minden, hogyha úgy érzitek, hogy veszedelem ez az egész, vagy lehet, hogy ez nem úgy alakul, ahogy szeretnétek, hogy vagy őtet elveszítettek, vagy úgy érzitek, hogy ő megbánthat titeket, sérelem van, elnézést kérek, akkor az kell tényleg, hogy a spiritualitást bevonjátok ide, hogy megengedjétek ezt magatoknak, és akkor az angyalok is vezetnek, itt a szerencse, a spiritualitás,
a csillagok is, és teljesen az erőbe fogjátok érezni magatokat. Ti teljesen tele lesztek akarattal, bátorsággal, büszkeséggel, kitartással, mindennel, ami neked szükséged van, és úgy látom, hogy az lesz az, ami behozza nektek eztet a gyűrűt. Ez azt jelenti, a gyűrű mindig, hogy hát ez egy komoly kapcsolat, hogy ez egy örökös dolog, igen, és amit már lehet régóta vártok, elhozza nektek, és még azt is elhozza nektek a hűséget, hogy hát ez ilyen hűséges, barátságos kapcsolat közöttetek, és én úgy látom egy az egyben, hogy a vágyatok valójában teljesülni fog, és azt látom, a szerelemben még hozzá, mert bíztok is akkor ő benne, bíztok önmagatokban, itt van, mint a hattyúk, ez örökös szerelmet szimbolizál, igen, és azt látom, hogy hát igen, te veled, nézd, amilyen jó, te veled, és akkor meg tudod tényleg engedni eztet a lelki közeltséget, úgy érzed, hogy nagyon közel érzi magát te hozzád, hogyha itt megtaláltad magadat, nagyon örülök neki, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, sziasztok!